Köszönjük szépen a szolgálatokat. Kedves István, sok szeretettel köszöntünk. Íme a gyülekezeted, áldja meg az Úr a te szolgálatodat. Nagyon szépen köszönöm. Mással akartam kezdeni, de el kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű volt ezt a zenét hallgatni. Ez olyan felemelő volt, el tudnám képzelni minden alkalommal, amikor jövök, de tényleg csodálatos volt, és köszönjük nektek is, meg a jó Istennek is. És azzal akartam kezdeni, hogy köszöntelek benneteket szeretettel, jó viszontlátni titeket. Mondanám, hogy régen találkoztunk, de ez csak félig lenne igaz, ti is tudjátok miért, együtt voltunk táborban jó sokan, és hát sajnáljuk, hogy a többiek nem tudtak velünk tartani, talán majd egy másik alkalommal. Ma meg annak örülünk, hogy úrvacsorai alkalmunk van, és ennek az igéjét, az alapigéjét szeretném olvasni Lukács evangéliumából, a 23. fejezetéből Lukács evangéliumának. Kérem, hogy vetítsük ki, hogyha lehet, és keressétek meg, ha gondoljátok. A 43. verset idézem, emlékezetem szerint csak rész szerint, én kimásoltam magamnak, de azt hiszem, ez csak egy része lesz ennek a versnek. Tehát Lukács 23:43, és itt azt a részt olvasom, Isten igéje így hangzik ezen a helyen, és mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Annyit elmondhatok, annyit azt hiszem legtöbben tudunk, hogy Jézus utolsó szavainak az egyike az, amit felolvastam. 33 éve töltött itt a földi életében, közöttünk, emberek között, a szolgálat jegyében, különösen az utolsó 3 évet aktív, intenzív szolgálattal. És én szerintem jogos feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az, amit a végén még olyan fontosnak tart, hogy elmondjon, hogy kimondjon, hogy megosszom. Felértékelődnek az én szememben legalábbis az utolsó szavai. Arra szeretnék most veletek nagyon röviden, nyilván mert úrvacsorai alkalmunk van, tehát nem hosszan fogok igét hirdetni szándékom szerint, de 4 kérdésre szeretnék választ találni az ige kapcsán veletek közösen, vagy feleleveníteni, ha úgy tetszik, mert nagyrészt tudjátok, hogy kihez szólt, miről szólt, már amit mondott, miért szólt egyáltalán, és egy furcsa kérdés a végére, ezzel kezdem, hogy milyen áron szólalt meg, milyen árat fizetett azért az Úr, hogy elmondja ezt a rövid mondatot, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. A 4. kezdem tehát. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen a kereszten beszélni. Szerintem legtöbben nem tudjuk. Én egyszer erről olvastam, meg lefordítottam egy cikket. Az amerikai orvostársaság, nem biztos, hogy ez a hivatalos neve, van nekik egy hivatalos lapjuk, a JAMA ez a neve a rövidítésének a szervezetnek, és valamikor a 80-as, 90-es években született egy orvosi cikk arról, hogy amit most tudunk történetileg a korabeli kivégzési módszerről, a keresztrefeszítésről, meg amit ehhez nekünk hozzáad apró információkat a Biblia, kezdve a korbácsolással, ami bevezetése volt ennek a kivégzési hát módszernek, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek alapján orvosilag elmagyarázták, hogy mit élhetett meg egy keresztrefeszített ember, mit élhetett meg az Úr Jézus Krisztus, mint az ember fia keresztrefeszítve. Ennek az egyik momentuma az, hogy amikor valakit keresztre feszítenek, akkor ugye az orvosilap ezt is erről is értekezett, hogy szemben sok feszülettel nem a tenyeret ütik át a szeggel, mert kiszakadna a súlytól, tehát ez nem tartana meg, hanem a csukló alatt ütik át a szeget, mert ez az ízület már elég erős ahhoz, hogy egy embert megtartson, tehát a két kezén. Tehát itt voltak a szögek bemeneti pontjai,
És amikor valakit felfüggesztenek, ez innentől fizika, hogy a súlya húzza, mert erre a két szegre van felfüggesztve, ugye a kereszten, plusz még egy szög a lábakon át, általában az fedésben volt egy szöggel átütve, és ezen a három ponton, három seben függ az ember a súlyával. Ennyit a fizikai szenvedésről. De most jön, amért elkezdtem mondani, nem tudom, észreveszitek-e, én is most beszélek, mindig levegőt veszek közbe, és akkor beszélek, amikor fújom ki. Tehát akkor formáljuk a szavakat, ugye ajakkal megvannak a hangok. Befelé szívva a levegőt nem tudunk beszélni, meg ha benreked, akkor pláne nem tudunk. És azt írta ez a lap, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudjon szólalni a kereszten, ahhoz enyhítenie kellett a karoknak a feszülését. Tudjuk, a karok, hogy feszülnek, ugye a test húzza, a mellkas kifeszül, és a belégzés állapotában rögzül. És ahhoz, hogy beszélni tudjon, tehermentesíteni kell a karokat, ami azt jelenti, hogy a lábra kell helyezni a súlyt, a lábsebb fáj jobban, és akkor, hogyha egy kicsit enyhül ez a feszítés, akkor tud véletlenül zihálva és felszínesen egyáltalán lélegezni, és pláne beszélni. A keresztre feszítés az fulladásos halált okozott az elmondottak miatt jellemzően. Ezt volt, hogy megsürgették. Ha emlékeztek rá, a latrok lábát eltörték. Emlékeztek a történetbe? Most értjük meg, hogy miért törték el. Mert a rómaiak tudták, hogy ha eltörik a lábát, ezt a technikát már nem tudja megtenni, és onnantól kezdve felgyorsul a fulladás folyamata. Nekünk ez most azért fontos a témánk szempontjából, hogy az Úr ahhoz, hogy bármit tudjon mondani a kereszten, hétszer szólalt meg, és jellemzően röviden, most már tudjuk, hogy miért, mert nem volt könnyű beszélni a kereszten, viszont ettől felértékelődik mind a hét megszólalása, hogy ilyen áron is fontosnak tartotta, hogy elmondja. A miénk az egyik a hét közül ma, amit mondott, tudnék, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Kinek mondta? Ugye ez a másik kérdés. Most elmondta, hogy milyen áron mondta, nézzük, hogy kinek mondta. Szerintem a legtöbben tudjátok, kinek mondta. Ahogy a kereszten fügtek tőle, most a saját szempontomból mutatom, tőle jobbra is volt egy másik kivégzésre ítélt, és balra is volt egy kivégzésre ítélt. És ugye emlékezetem szerint, ugye jól mondom, ez a jobb lator volt, akihez beszélt, ő volt a jó, mint kiderült, a másik az nem volt olyan jó. A történeti hűség kedvéért elmondom, hogy kezdetben mind a két lator szitkozódott. Ugye ezek az emberek kivégzés előtt álltak, tudták, hogy fájni fog, mindenkire haragudtak, és Jézushoz sem viszonyultak pozitívabban, viszont menet közben a jobb oldali megváltozott. És ő szólította meg az Urat, és Jézus arra válaszolt, tehát amit Jézus elmondott, azt válaszként mondta el. Emlékeztek, hogy mit mondott ez a jobb lator? Először megfette a bal latort. Ugye átszólt. Nagyon érdekes a helyzet. Lehet, hogy egy kicsit, tehát nem síkba voltak úgy felfüggesztve, hanem volt valami íve. Tehát odaszólt, mert ugye a baloldali mondta az Úrnak, hogy hát ha Isten fia vagy, akkor szabadítsd meg magad, meg ha már úgyis benne vagy, akkor minket is, ugye? Valami ilyesmit mondott, amiben ugyanaz a maró gúny volt megélsz, amivel a tömeg is hát az Urat provokálta. Halkan jegyzem meg, ha emlékeztek Máté 4. fejezetére, az a háromszori próba a pusztában, ahol Sátán mondta, hogy a köveket változtass kenyerekké, meg vesd le magad a templom ormáról, meg leborulva imádsz engem, akkor neked adom a világot. Valami hasonló történik, csak itt nem Sátán személyesen megy oda Jézushoz, hanem a tömeggel próbálja heccelni, hogy hát te meg tudsz szabadulni, hát minek szenvedsz, te le tudsz jönni. Egyébként tényleg le tudott volna jönni. Csak ha ő lejött volna, akkor nekünk kár lenne ma itt ülni, mert akkor nincs megváltás. És egy ilyen helyzetben, amikor a lator is ezt mondta, a bal lator, akkor megszólal a jobb lator, egyébként megjegyzem, a tömeg le lehetett döbbenve. Hogy akkor most hadd mondjam, tudjátok, hogy a lator szó mit jelent? Mármint nem valamilyen szövegmagyarázat, hanem a fogalom. Ritkán használjuk. Ugye vannak a bűnözők, vannak a kapitális bűnözők, a főben járó bűnözők, ezt csak én mondom így, meg a latrok. Ugye? Ezt is így tudjátok, nem? Tehát a lator alatt már nincs semmi. Tehát az a bűnözők legalja, köztörvényes, ezeket is gyilkosságért, vagy a Barabást, akit Jézus ugye helyettesített, akiről a vers szólt, azt is gyilkosságért tartóztatták le. Ő lett volna eredetileg középen, ezek szerint. És egy ilyen lator a kereszten megszólal, hát senki nem várt volna tőle teológiát, hogy így mondja. És milyen megdöbbentő lehetett azt hallani, hogy a lator erőt vesz ilyen körülmények között. Mindenki tudta azt, amit én most elmondtam nektek, csak mi nem tudjuk, hogy haldoklanak a kereszten. És a lator megszólal, és védelmébe vette az Urat a másik latorral szemben. Szerintem ott valami nagy csend lehetett egy pillanat alatt, hogy mi történik itt. És aztán azt mondta Jézusnak, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban.
Tehát két dolgot tett, megvédte Jézust. Másrészt pedig azzal, amit mondott, ő elismerte Jézust Isten fiának ebben a hihetetlen helyzetben, ahol az egész tömeg gúnyolódott, meg egyszerűdött, hogy nem az. És azt mondta, én hiszek benned, én most is és itt is hiszek benned, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Kedves gyülekezet, amikor a Lator beszél, gondoljunk arra, hogy neki pont úgy fájt, mint Jézusnak az, amit elmondtam az előbb. Tehát a Lator is ilyen áron szólalt meg. És fontosnak tartotta ilyen áron megvédeni Jézust, megfeddeni a másik Latort, és fontosnak tartotta megfogalmazni a saját kérését Jézus felé. Ezek az emberek, nem tudok jó szót erre, hogy miben voltak, egy közösségben voltak, tehát a szenvedésben, az azonos szenvedésben, és mégis lefolytatták ezt a párbeszédet. És Jézus erre válaszolt, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ha megnézitek, azt hiszem a Károli központozása is más, mint ahogy én hangsúlyozom. Ugye? Úgy van, Norinál is. Ugye ez egy furcsa mondat, bocsássatok, majd kitérek erre. Van egy ilyen mondás, tudjátok, hogy a királynőt megölni nem kell, félnetek, jó lesz, és ez lehet, ugyanezek a szavak, máshol van a vesző, a királynőt megölni nem kell, félnetek, jó lesz. Hát ez egy ilyen játék, hogy a magyar nyelv meg a hangsúly mit jelent, de ez ugyanaz a helyzet, hogy most vagy azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ahogy a szöveg központ az a Bibliában, vagy az, ahogy én mondom, hogy bizony mondom néked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. A kérdés, hogy a ma mit akart hangsúlyozni? Hogy ma mondom, vagy ma leszel velem a paradicsomban? Jó, köszönöm szépen a javaslatot. Én annyiban mondanék ennek ellen, hogy ma még ő sem volt a paradicsomban. Ezt onnan tudjuk, hogy vasárnap, amikor feltámad, akkor azt mondja Máriának, hogy ne érints engem, mert még nem jártam az én atyámnál, kvázi nem voltam a mennyben, nem voltam a paradicsom. A szombaton nyugodott, azt mondja a Biblia. Viszont a szöveg összefüggésben, amit elmondtam, én azt gondolom figyelemre méltó, amit már hangsúlyoztam, hogy mindenki Jézus istenségében kételkedett és gúnyolódott ezen, és ez a Lator egyedül mondta azt, hogy én most is Isten fiának látlak és fogadlak el. És itt nagyon is volt helye, súlya, értelme a hangsúlyon, hogy azt mondta Jézus, hogy bizony mondom néked ma, amikor nem úgy látszik. Ma, amikor a körülmények ellene szólnak. Ma, amikor ehhez nagyon nagy hit kell, hogy eljön az idő, amikor én is ott leszek a paradicsomban, és te is ott leszel a paradicsomban. Ma, amikor ez hihetetlennek látszik. Téged megfeszítenek, mint Latrot. Azt nem idéztem az előbb, hogy azt mondta a jobb Lator a bal Latornak, hogy mi méltán vagyunk itt. Tehát ő nem vitatta az ítéletet, nem hangoztatott ártatlanságot. És azt mondja, ma, amikor téged méltán keresztre feszítenek, és ma, amikor itt mindenki rajtam gúnyolódik, hogy Isten fia vagyok, és te kinyilvánítottad ezt a hitedet bennem, azzal, amit kértél, én viszonzom ezt a hitet azzal, hogy megígérem ma neked ilyen körülmények között, hogy velem leszel a paradicsomban. Beszéltünk arról már, hogy milyen áron szólt, arról, hogy kihez szólt, és akkor még a Latornál maradva egy kicsit, hogy kihez szólt. Nem tudom, hogy milyen érzés nektek, hogy ott ez a tömeg, nagyon vallásosak voltak, ott voltak a vallási vezetők. Mutatóban volt ugye egy tanítvány, János, úgy tudjuk, meg ugye egy-két női tanítvány, meg Jézus édesanyja. És ebben a tömegben pont a Lator volt az, akit kitüntetett elsősorban, nyilván később szólt Jézus a Jánoshoz, meg Máriához is, de egy ilyen tömegben a Lator volt a kitüntetett, és ő kapta az ígéretet, amire nem számítanánk talán. Azt mondja a Biblia, hogy Jézusnak még a Latorra is gondja volt, azért, mert van az az ige, János 3.16-ban ismeritek, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, legyen az bárki. És akkor most látjuk, hogy mennyire bárki. Lehet az egy Lator. Lehet egy olyan életút, ami után maga az ember mondja azt, hogy megérdemli a keresztre feszítést, ami a legbrutálisabb és legmegalázóbb kivégzési forma volt a rómaiaknál, amennyire tudom. Magyarul erre mondani, hogy kapitális bűnöző volt, és ő nem tagadta. És azt mondta az Úr, hogy de őt is megmenteni jött. A valaki hisző benne, az a Latorra is érvényes. És úgy érzem, kedves gyülekezet, most az úrvacsora jegyében meg kell erősítenem, hogy ez ránk is érvényes. Jó, lehet, hogy mi nem csináltunk olyat, mint a Lator, de gondolom, hogy mindjárt úgy jöttetek ide, hogy felkészültetek az úrvacsorára, számot vetettetek magatokkal, az Istennel, a lelkiismeretetekkel, és ilyenkor megkísérthet bennünket az, amit Pál olyan szépen fogalmaz meg, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Pedig ott voltak Latrok is a bűnösök között.
De akkor egészséges az ember lelke, ha nem mentegeti magát, és nem a többiek bűnén botránkozik meg, hanem azt mondja, hogy nem tudom, a többiek mit csináltak, és az az igazság, hogy nem is érdekel. Nekem az fáj, amit én csináltam. Azt mondja Dávid a Zsoltárban, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Hibásnak tartom magam, és nincs mit mentenem rajta. És nem hasonlítgatom magam a másokhoz, meg a mások hibáihoz. Kedves gyülekezet, hogyha oda jutottatok, hogy titeket már nem a mások bűnei foglalkoztatnak, hanem a saját zavar, és annyira zavar, mint Pált a sajátja, akkor jó úton vagyunk. És nem az a következtetés, hogy én olyan rossz vagyok, és olyan hibákat követtem el, meg újra, hogy nekem nincs jogom az úrvacsorában részt venni, hanem pont azoknak van szüksége az úrvacsorára, akik erre a felismerésre eljutottak. Ne tartson vissza benneteket semmilyen ilyen önvád az úrvacsorától. Az jó, hogyha működik a lelkiismeret, de Istennek nem az volt a szándéka, hogy a lelkiismerettel visszatartson bennünket a kegyelemben való részesüléstől. Az Úr azt mondta, hogy ő konkrétan a bűnösöket megmenteni jött, ez a projekt lényege, ez a cél, és nem igazakat akart hívogatni megtérés, azonnak nincs szükségük megváltóra, már ha lennének igazak, mint ahogy nincsenek. Ugye arra már próbáltam választ találni veletek, hogy milyen áron szólalt meg, ugye ezt eléggé kitárgyaltuk, átgondoltuk. Kihez beszélt? A Latorhoz, még a Latorra is gondja volt, még a kereszten is, még az utolsó pillanatban is. Nem úgy volt, hogy hát azért ez már az a réteg, akihez neki nincs mondandója, de van mondandója. És most jön a nagy kérdés, szerintem a fontos kérdés, hogy miért? De miért szólt neki? Miért tartotta fontosnak, hogy ne maradjon megválaszolatlanul az, amit a Lator kért tőle? Ide pár pontot felírtam, valószínűleg lehetne folytatni a sor, de mivel úrvacsora van, nem akarom húzni az időt vele, egy pár szempontot engedjetek meg. Azért válaszolt a Latornak, mert fontos volt neki a Lator. A Lator is. Azt mondja Pál, hogy Jézus Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem kicsiny, sem nagy. Hadd mondjam, bocsánat, hogy sem Lator, sem nem Lator. Tehát, hogy folytathatná ő is a sort, hogy ezek a kategóriák Istennél nincsenek. Aki megtér, aki Istenhez kiállt, az választ fog kapni. Ma is, holnap is, ahogy folytatjuk az életünket, ha Isten megadja. A Lator sem maradt válasz nélkül. És miért teszi ezt Jézus? Mert neki mindenkiért kár. Nála nincs személyválogatás. És miért nem? Mert ő tudja azt, amit mi nem tudunk, csak hallottunk, hogy mi vár azokra, akik nem lesznek az ő oldalán, és nem tudnak vele együtt győzni. Ő minden embert meg akar menteni a kárhozattól, ami minden emberre vár, aki nem tud Jézussal egységre és közösségre jutni. Tudta, hogy mi lesz különben a sorsuk, a Latornak is, ha nem kap megerősítést. És magamnak azt írtam ide egy ilyen képét bennem, amikor a vázlatot írtam, hogy képzeld el, hogy hány kolóc a tengeren egy mentőcsónakba kapaszkodsz, már vannak benne emberek, és mások megpróbálnak bejutni, akkor te válogatsz, hogy te Lator vagy nem vagy Lator? Nem. Nem. Akit lehet, fogod a kezét és húzod a csónakhoz. Mindenkit megmenteni. Úgy elgondolkozok, kedves gyülekezet, bár nem ez a témánk, de hadd mondjam, mert hát érintjük itt a gondolatot, hogy ahogy Jézus Krisztus mindig, mindenkor, minden áron meg akart menteni minden embert, mert ez volt az értelme az itt létének, azt mondta Pilátusnak, hogy én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. De nem úgy önmagában elméletileg, hogy most ez meglegyen, hanem azért, amit mond utána, hogy és aki az igazságból való, az hallgat az én szómra, és azt meg tudtam menteni, és én ezért jöttem. Kedves gyülekezet, ahogy az Úr az utolsó pillanatában is, mondhatnám, és majdnem szó szerint érteni, az utolsó leheletével is menteni akart. Egy olyan embert, akit világi szemmel hát a sor végére állítottunk volna a megtérők között is, mert Latorból lett megtérő. Jézus ezt az embert ugyanúgy meg akarta menteni, és a szöveg szerint ugyanúgy meg is mentette, mint téged vagy engem. Vagy a legkiválóbbakat, vagy Pált, vagy Lutert. Tudjátok, nekem ők a nagyok a két nagy oszlop, így alakult ki bennem. Azért válaszolt és azért szólt neki ilyen áron is, amit mondtunk, mert fontos volt neki a Lator, pont olyan fontos volt, semmivel sem volt kevésbé fontos, mint mások. Azért válaszolt neki, mert az ő lényege ez volt. Ő ezért jött, ahogy mondtam az előbb, már idéztem ugye a pilátusi választ, vagy Pilátusnak mondott válaszát. Azért, mert a lényéből fakad, hogy egy ilyen kérdés nem maradhat megválaszolatlanul. Egyébként úgy elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen bólinthatott volna is, nem? Tehát tartalmilag meg lett volna a válasz.
De ez egy kicsit olyan nekem, mint amikor volt ez a bélpoklos ember, azt hiszem Máté 8-ban emlékeztek, hogy oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ugye az egész tömeggel szemben felvállalt, mindenki elborzadt, menekült, mert bélpoklos volt. És Jézus mondhatta volna azt, hogy akarom, tisztulj meg. Végülis ezt mondta, de tudjátok még, mit mond a Biblia? Hozzáért. Nem volt rá szükség. Csak azt mutatta, hogy ennyire akarom, hogy tisztulj meg. És én nem undorodok tőled. És neked nem lesz semmi bajom attól, hogy te bélpoklos vagy. Az élet csak egy irányba megy. Ez olyan, mint a szelep. Már bocsánat, ilyen modern kifejezés, hogy Jézusból árad kifelé az életet. Nem fogja visszafertőzni egy ilyen dolog. De annak az embernek mit jelentetett? Gondoljátok meg, hogy nem tudom hány éve, évtizede, de undorodtak tőle, elkerülték joggal, mert hát ugye nem akarták elkapni. De milyen lehet kirekesztetnek lenni? Erre oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. És megkapja, amit akar, méghozzá egy ilyen ráadással, hogy megérinti. És ennek a latornak is bólinthatott volna, nem? És akkor megvan a válasz, hogy elfogadtam. De nem, úgy érezte, ezt ki kell, hogy mondja. És milyen jó, hogy nekünk felírták. Nem azt írták, hogy és akkor Jézus bólintott, hanem az van odaírva, hogy bizony mondom neked ma. A bizony az mit jelent a bibliai nyelvezetben, a régiesben, az egy ilyen nyomatékosítás, tehát egyfajta, nem eskü, de szóval valami, hogy nyomatékot adunk annak, amit mondunk. És miért válaszolt még neki? Még egyet ideírtam a sorban, mondom, hosszú lehet a sor. Azért, mert a lator idézőjelben megérdemelte, mert ő volt az egyetlen, aki vállalta a belévetett hitét hangosan a jelenlévő tömegből, és a jelenlévő tömeg ellenében gyakorlatilag. Ennek így kellett lennie. És végül miről szólt, amit Jézus mondott, mit mondott? A lator kért valamit, és Jézus megígérte neki, egy ígéretet adott. Mi az ígéret? Az, hogy más körülmények között fogunk találkozni. A mi körülményeink itt ma testvérek nem olyan sanyarúak, mint a Golgotán volt a latoré. De azért nekünk is jobb körülményeket ígért az Úr. Egy örök, tökéletes világban, halhatatlanságban, tisztaságban, szentségben. Pál így mondja, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott. Azt hiszem ott mondja, hogy elme meg sem gondolt, talán azt hiszem így, köszönöm a szöveg. Tehát azt mondja Pál, hogy halkan jegyzem meg, hogy én az emberek közé sorolom Ádámot meg Évát is, utána értitek miért mondom. Tehát, hogy az első teremtés minőségét felül múlót ígér az Isten nekünk megoldásként. Ja, van ilyen kijelentés, ugye Elvájt ír az egyik könyvében, hogy Jézus Krisztus által, a megváltás által nekünk szorosabb kapcsolatunk van és lesz az Istennel, mint hogyha el sem buktunk volna. Ha valamit Isten megjavít, az meg van javítva, hogyha, bocsássátok meg most a modern kifejezést, hogyha kihozza a teremtés 2.0-as változatát, értitek mire gondolok, mert hát ez van, hát új teremtés, azt mondja, csak mi így szoktuk modern nyelven. Akkor az biztos, hogy nem lesz gyengébb, mint a régi volt. Ő neki nem jellemzője ez, az már csak jobb tud lenni. Kedves gyülekezet, azt ígérte a latornak, hogy bizony mondom neked ma, itt a Golgotán, ahol minden máshogy néz ki, hogy velem leszel a paradicsomban, ami meg egy olyan hely, amit el nem tudtok képzelni, hogy milyen nagyszerű. Kedves gyülekezet, ez az ígéret a latoré is volt, de szerintem, amikor ott hangosan elhangzott és lejegyzésre került a Bibliában, ez azért történt, mert ez nem csak a latornak szól ez az ígéret. Ez nem egy egyszemélyes ígéret. Az egy nagyon különös helyzet volt, ott nagyobb a hangsúlya. De az, hogy velem leszel a paradicsomban, ez az ígéret nem csak az övé. Ez minnyájunké. Ez a miénk is, ma is, 2000 évvel később, és konkrétan ma is, a mi úrvacsoránk alkalmán. És én azt kívánom, hogy minnyáján úgy vegyünk részt most az úrvacsora szent cselekményében, ezekben az Istentől rendelt jegyekben és cselekményben, hogy közben idéződjön fel bennünk erősen Jézusnak ez az ígérete. Annak a Jézusnak, aki az utolsó latorig bezárólag minden embert meg akar menteni, így téged is, és engem is. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember megtérésre jusson és üdvözüljön, és az isteni akaratnak csak hát kőkemény ellenállással lehet elejét venni. Ne legyünk az ellenállók között, engedjük az isteni kegyelmet munkálkodni a lelkünkben, a Szentlélek által is, és jelképesen is a jegyek által. Isten szerint áldjon meg mindnyájunkat az úrvacsorában. Amen.